Családi történettel fonódik össze Molnár György zenei pályafutása. A harmonika iránti szeretetét nagyapjától örökölte. Mindig eleven gyerek voltam, vallja magáról, de ha nagyapám felvette a harmonikát és játszani kezdett, szinte szoborrá kövülve hallgattam őt. Ilyenkor megszűnt körülöttem tér és idő. Emlékszel az első hangszeredre, vagy az első dalra, amit játszottál, megtanultál? Hát ilyen kisebb keringők, nagyon egyszerűen kisebb dalocskák, ezek ugye nyilván a gyerekként az ember nem tanul még akkor rögtön bravúr darabokat, és hát az első hangszeremre is emlékszem, az még egy pici hangszer volt, de mivel 3 éves születésnapomra kaptam, hát akkor az a bokámig ért, úgyhogy akkor az maga volt az óriás, de hát ugye most már nagyobb hangszerekkel játszom. Azt kevesen tudják, hogy zongoraszakot is végeztem, de az nekem mindig mellékvágány volt. Tehát én mindig, ha azt mondták, hogy zongorista vagyok, akkor mindig mondtam, hogy nem harmonika művész, de én nyilván zongorát is tanultam, és elvileg ugye az előadó művészi végzettségem hivatalosan zongoraszakon tettem le, mert ugye a harmonika szak nem indult, úgyhogy harmonika azért egy eléggé sajátos helyzetben van Magyarországon is nehéz. Úgymond hivatalosan itt nagyon igazi végzettségeket nem lehet elérni, mondjuk díjakat igen, mint az én esetemben is, de ilyen szak, hogy harmonika szak ilyen formában nincs. Tehát az, hogy a harmonika sajátos helyzetben van, ezt kifejezetten erre érted, vagy esetleg arra, hogy milyen a megítélése a közönség körében? A közönség imádja. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy bárhol csinálunk koncertet, a végén imádja, most bízom benne, hogy itt is így lesz, de nem elkiabálom, de tény is van, hogy a közönség nagyon szereti a harmonikát. Tehát mindenhol sikere van. Az tény, hogy elment egy olyan irányba a hangszer, ami más előadók, és most nem akarok nevén nevezni, elvittek egy olyan irányba, ami a hangszerhez szerintem méltatlan, és igyekszem azt az irányt visszahozni, ami az 50-es, 60-as években Tabányi Mihály a koncertszínpadokon csinál. Tehát én tulajdonképpen azt csinálom, amit ő már nem annyira csinál, mert már azért öreg hozzá. Én ezt viszem tovább. Tabányi Mihályhoz kapcsolódik egy augusztus 20-a is. Erről hallhatunk esetleg. Hát igen, az, amikor elindult a koncertsorozatom, 99. augusztus 20-án engem felhívott a színpadra, pedig nézőként mentem, és mondtam, hogy hangszert se hoztam, és ugye akkor az ő koncertharmonikája erre, azt kell, hogy mondjam, hogy országos szinten kapott egy publicitást, hogy a színpadon először odaadta ezt a hangszert valakinek, és ugye ez én voltam, és akkor azon az este, nagyon sok évvel előtte is már gondolkoztam azon, hogy elindulok és önállóan elkezdek valamit csinálni, de azt gondolom, hogy ez az este volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy megcsinálom a saját koncertsorozatom, és valójában 4-5 hónapra rá tulajdonképpen megtörtént az első önálló estem, és hát azóta 14 éve, úristen, tehát 14 éve most már csináljuk ezt folyamatosan. Közben tanítvány voltál magad, és tanár lettél, van egy billentyűs iskola, milyen az utánpótlás? Az utánpótlás jó, de nagyon sokrétű, hogy ki mit szeretne vele a hangszerrel elérni. Tehát vannak olyanok, akik csak tényleg saját keftelésből, de ezek az emberek nagyon fontosak azért, mert szeretik a hangszert. És ebből valószínűleg ők tudják népszerűsíteni, még ha amatőr szinten is. És aztán nyilván vannak olyanok, akik komolyabban szeretnék csinálni, vannak olyanok, akik nem is úgy tervezték, hogy komolyan fogják csinálni, és most már mégis nagyon tehetségesek és ügyesek, és ők se gondolták volna. Tehát elég széles a paletta, széles az irány. Ma este abszolút vegyes műsort hoztunk, de ez ránk igazából jellemző. Ez azért van így, mert ugye a korosztályos nézőközönséget nem lehet megítélni, hogy ki ül be, de azt gondolom, hogy a koncert végére mindenki úgy fog majd távozni, hogy mindenki kapott abból valamit, amit szeretett volna ezen az estén hallani. Hát játsszuk a hagyományos harmonikás dolgokat, ugye a francia műzettek, a bravúr polkák, ugye a német területről, de nagyon sok swinget is fogunk játszani, játszunk latint is, azt szerintem a fiataloknak jobban a kedvence lesz. Tehát igazából elég szélesebb, de azért hozunk be egy kis klasszikus Brahms magyar táncokkal, szóval minden lesz.